Üdvözlet mindenkinek! December utolsó munkanapján, pénteken 29-én megérkezett a Pico 2024-es újdonság katalógusa. Ennek apropóján gyorsan bele fogunk nézni, hogy milyen újdonságokra számíthatunk magyar és magyar vonatkozású modellek témakörében H0 építési nagyságban a Zonnebergi gyártótól 2024-ben. Először is kezdjük a konkrétan MÁV modellekkel. A katalógusban szerepel két V43-as variáns, a 12-21-es pályaszámú 4. korszakos V43-as klasszikus ollós áramszedővel és klasszikus kialakítással, emellett a 22-54-es pályaszámú papagáj szili is szerepel a katalógusban. Ezek a modellek a tavasz folyamán várhatóak a gyártó honlapjának tájékoztatása szerint. Szerintem mindkét verzió nagyon jó választás. A 4. korszak meglehetősen népszerű manapság a modellezők körébe, illetve az 5. korszakból is rögtön egy papagájjal kezdünk, ami viszonylag univerzálisan felhasználható. Ugye gondoljunk bele, postaingák mellett azért lehet használni őket sima, személy, gyors intercity-k elé, illetve még tehervonatozásra is befogható a mozdony, ahogy a valóságban is történt ez. A következő hazai vonatkozású mávos mozdony pedig egy Sergely lesz, egy csöves Sergely, mégpedig díszréces csöves Sergely, a 106-os pályaszámú mozdony, átmeneti 4. korszakos festésben. Ez nagyon hasonlít arra, amit a Rokó is kihozott, ugye a 130-as Sergelyt adta ő ki. Itt a 106-os pályaszámú mozdony lesz a katalógus tanulsága szerint kiadva a gyártó által. Ilyen csöves Sergelyt még nem adott ki a Pico ebben a formában, úgyhogy érdekes lesz mindenképpen ez a mozdony is szerintem. A személykocsik terén az expert kategóriából idén nem kapunk sem új formaújdonságot, sem új festési variánst a poznani kocsikból, azok vannak benne a katalógusban, továbbra is kaphatóak lesznek, továbbá benne van ugye az első osztályú, illetve a másodosztályú 4. korszakos BO, illetve AMO kocsi is továbbra is, ezek valószínűleg az év folyamán kaphatóak lesznek, bent tartotta őket a nagy katalógusban gyártó. Startszettek tekintetében az újdonság plecsni ott virít az Eurosprinteres mávos startszetten is. Valószínű, hogy egy újabb pályaszámot fog kiadni belőle a gyártó, ahogy maga a 470-es mozdony külön is kapható volt, itt a katalógusban is szerepel, szintén 2024-es újdonságként. Általában ezt akkor szokta a gyártó megejteni, hogyha újabb pályaszám érkezik belőle, mint ahogy a startsettes, ilyen kis hobbi kategóriás MÁV vagomból is várható, hogy új pályaszám fog érkezni a modellboltokba. És akkor most térjünk át az explicite MÁV-os, illetve hazai modellekről a hazánkba bejárós témakörre, ugye ez egy picit szélesebb. A Pico a laminátkák között fog megjelentetni egy Locotrans mozdonyt az aktuális, éppen aktuális festésébe, a 123-as pályaszámú mozdony, ez egyébként nem csak hogy hazánkba bejárós, én is találkoztam vele jó pár alkalommal már itt Dunakeszin és környékén. Egy nagyon jó kis magánvasúti gép, tetszetős festésben, különféle tehervonatok elé lehet majd befogni ezt a járművet. Magánvasútnál maradva, egy RegioJet-es Trax 3-as is érkezni fog a gyártótól, ez a mozdony is járt már nálunk, sőt még tehervonatok élén is megfordult, nekem is sikerült itt találkozni vele, későbbiekben ő valószínűleg inkább személyvonatok előtt fog megfordulni, de akár tehervonat elé is befogható mozdony, viszonylag univerzális járműről van itt szó. Szintén érkezni fog egy Trax 3-as az LTE színezésében, ez a mozdony is hazánkba bejárós gép, természetesen ugye ő is elsősorban tehervonatok elé használható majd fel. ÖBB vonalon fog érkezni egy 1293-as sorozatú Vectron is, ezek a mozdonyok is viszonylag elég gyakori vendégek hazánkban, nem tudom milyen pályaszámot fognak kiadni, de remélhetőleg egy olyat, ami viszonylag széles körben járkál Közép-Európa országaiban. Hazai vonatkozású személykocsik tekintetében a csehszlovák vonalon fog jönni egy VLAB hálókocsi, kék színezésben, 4. korszakos festési és feliratozási mintával. Ez a típusú hálókocsi rengeteg hazánkba is bejárós
nemzetközi vonatban megtalálható volt, például az Amicus, a Baltorient vagy a Meridian szerelvényébe is nyugodtan elsüthető, sőt ugye 1992-ig viselték ezek a kocsik a CD, a Csehszlovák államvasút felségjelzését, így akár még 5. korszak elejé vonatokba is nyugodtan besorozható ez a jármű. Fog érkezni a Pikótól egy 5. korszakos ukrán bordázott oldalú görlici hálókocsi is, szintén hazánkba bejárós típus ez a jármű, felhasználható nagyon sok nemzetközi vonatban, mint például a Puskin, a Tisza, a Mistral vagy akár a Venézia szerelvényében is elsüthető ez a kocsi típus a későbbiekben. Szintén 2024-es újdonságként van egy 3 kocsis DRY kocsi szett itt a katalógusba. Ezek a kocsik is nagyon sok 4. korszakos nemzetközi szerelvényben bejártak ide hozzánk, és fel lehet őket használni. Még olyan MÁV mozdonyok mögé is jók, mint amiket ugye a Pikó most idén ki fog adni, ugye a 4. korszakos civilre gondolok itt, hiszen ugye ezek a kocsik bejártak például a Favorit, a Baltorient, a Meridian és a Saxonia nemzetközi gyorsvonatokban is. Elég univerzális típus volt ez itt a keleti blokkba, sokfele megfordult, többek közt nálunk is. Poznai kocsik tekintetében a Pikó 5. korszakos, de még zöld színű lengyel PKP poznai kocsikat fog még idén kihozni újdonságként. 4 különálló kocsi, egy első osztály, 2 másodosztály különböző pályaszámokkal, egy étkező kocsi és egy fekvőhelyes kocsi. Ez a kocsi típus is előfordult számos Magyarországon közlekedő nemzetközi gyorsvonatban, például a Krakóviában, a Varsóviában és a Polóniában is közlekedtek ilyen kocsik az 1990-es években. A német oldalon a Deutsche Bahn Intercity kocsijainak újabb variánsai fognak megjelenni. Itt ugye egy adag már megjelent most itt ősszel, még várjuk a vezérlő kocsit, az még nem jelent meg, illetve néhány másodosztályú járművet. A következő évre bejelentett a Pikó egy újabb adag kocsit. Ezek a kocsik gyárilag graffitivel lesznek ellátva, ennyi a különlegességük, illetve valószínűleg más pályaszámmal fognak érkezni, mint a korábban kiadott hasonló ilyen kocsik. Nagyjából ennyit tudtam összegyűjteni egy a Pikó katalógusból, ami hazai magyar vonatkozású. Idén láthatóan nem volt annyi forma újdonság, nem csak a magyar mávos dolgoknál, de úgy ámblokk a külföldi járművek tekintetében sem. De szerintem mindenképp nagyon jó dolog, hogy ahogy ígérték, szépen sorba érkeznek a Sziliből a különböző festési variánsok, és egy egyre nagyobb, egyre szélesebb palettát alakított ki így a gyártó a hazai vonatkozású járművekben. Kíváncsian várom a többi nagy gyártónak a újdonságait, ugye valószínűleg a következő a Rokkó lesz, és akkor utána a többi másik gyártó, majd ezekből is természetesen fogok készíteni egy ilyen kis rövid összefoglalót. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!